Az elszálló infláció és az alapkamat emelése miatt jelentősen drágultak a kölcsönök is. A hiteligénylőknek ma 26%-kal többet kell fizetniük havonta, mintha egy évvel korábban vették volna fel a lakáshitelt. Hogy mire számíthatnak az ügyfelek, arról Erdősi Évát kérdezzük. Ugye itt az a nagy kérdés, hogy aki felvett hitelt, vagy felvett volna hitelt, most hogy gondoljon a saját helyzetére? Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mert hogy közben itt olyan számok repkednek, amik újra gondolásra késztetik nem csak a bankokat az infláció miatt, hanem engem, aki fel akarok venni egy hitelt, engem is. Én azt gondolom, hogy a bankok gondolkodása egy viszonylag könnyebb állapot, hiszen ők megnézik a ezt közösségét. Kínálom kész. Nem feltétlenül, hiszen az ő érdekük is a növekedés, illetőleg a szinten tartás legalább, tehát nekik jó konstrukciókat kell ajánlani. Azonban a számok, ahogy már az előbb is hallottuk, viszonylag makacs dolgok. Innentől kezdve, hogyha valaki ugyanazt szeretné megvalósítani, mint mondjuk fél évvel ezelőtt, az már nem ugyanazzal a környezettel néz szembe. És akkor ugye a kérdés az, hogyha újonnan szeretnék hitelt felvenni, akkor mindjárt csapjunk is bele, azért hoztam egy kis segédeszközt, hogy a számokban azok ne tudjak, számok, ugye? Így van, hogy ne tudjak ebbe tévedni. Mondjon egy szép kerek számot, hogy értsük a viszonyokat. 10 millió forintot szeretnék felvenni. Jó. 20 évre. Igen. Ez másfél évvel ezelőtt 3,75%-on sikerült volna, és az azt jelenti, hogy 59 ezer forint lett az én törlesztő részletem. Igen. Ha most szeretném ugyanezt, még nem pont itt tartunk, de durván az lesz majd most már rövid időn belül egy ilyen 8%-os hitelkamatnál, akkor nekem már 85 ezer forintos havi részletet kell fizetnem, ami a 20 év alatt több mint 6 millió forint többlet befizetést fog eredményezni. Az igen. Tehát, hogy ezek nagyon súlyos dolgok, és a... Hát és a havi törlesztőben is súlyos, mert súlyos. Azért az a 30 ezer forint különbség az 51 néhány, vagy a 81 néhány között. 41%. Tehát ez nagyon kemény. Nagyon sok, tehát mindenkinek azt javaslom, hogy gondolja végig, hogy tényleg akarja ezt, hogy most, hogyha fölvesz, és ugye mindenki azt mondja, hogy fixáljuk a kamatokat, mert nem tudjuk, hol lesz a vége. De ha én most veszek föl mondjuk ezt a 10 millió forintot, és azt mondom, hogy jó, legyen ez a 85, akkor nekem fix. Akkor, és 10 évre fixálom. 10 év alatt ugye ez a kamat lehet, biztos fog még följebb menni, de azért biztos megy lefelé is. És akkor én ezen a magas kamaton fixáltam 10 évre. Mint ahogy egyébként... Miközben lehet, hogy pont 50 ezeret kéne fizetnem, vagy 60 ezeret, de én mindig fizetem a 80 valamennyit, így van, mert tehát a fix kamatnak megvan az előnye is, meg a hátránya is, mert ugye ezzel kell szembenézni. Tehát mindig azt szokták mondani, hogy tőzsdén is akkor vegyél, amikor olcsó, és akkor adjál el, amikor drága. Tehát ez ugyanaz. Akkor érdemes hitelt leginkább fölvenni, amikor a piaci környezet kedvező és olcsó jutok hozzá. Hiszen gondoljunk bele, aki olcsó kamatozású hitelt vett föl, annak egyrészt az ingatlanának már nagyobb az értéke, másrésztről kvázi már profitot termel, mert az infláció 8% körül van, és ő egy 3,8%-os kamatot fizet. Hát jó, csak van egy másik oldal ennek, valaki befizette mondjuk az előleget az ingatlanára, mert annyi pénze volt. A többit meg majd megoldjuk a hitelből. És akkor ott áll, hogy hát az ingatlana nem úszhat el, tehát muszáj fölvenni ezt a hitelt, és fizet, amennyit fizet. Ez a fizet, amennyi fizet, ez ugye annak a kérdése, hogy egyáltalán mennyire stabil az ő jövedelme, és mekkora. És amikor eltervezte ezt az egészet, gondolt-e arra, hogy mennyi idő alatt fogja realizálni azt, hogy az előleg után fölveszi a hitelt, és hogy az alatt az idő alatt milyen változások történnek. Tehát én tudom, hogy sokan benne vannak egy spirálba, ahonnan nagyon nehéz kiszállni, és akkor inkább mindig előre menekelünk, és aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. De akkor még mindig van az a gond, hogy jó, fölveszem azt a hitelt, akkor még magas az ingatlan értéke. Lehet, hogy mindjárt el is kéne adnom még magas értékem, hogy vissza tudjam fizetni ezt a hitelt, amit egyébként majd utána nem fogok bírni. Mert azért... Lehet, hogy ez lesz a legjobb üzlet? Én ezt csak mondom, hogy minden variáción el kell gondolkodni. És ugye ezt, hogy alátámasztam, én megnéztem a jegybanki alapkamat alakulását. És az a nagyon rossz hírem van, hogy a 2008-as válság alatt sem volt ilyen rövid idő alatt ilyen magas a jegybanki alapkamat változása. Ugyanez igaz, ugye a referencia kamatról is már három havi buborhoz árazzák a hiteleket, ott is ilyen rövid idő alatt ekkora változás nem volt. Tehát azt gondoljunk bele, hogy 2022. április 22-én 6,6% a három havi bubor, amihez még jön a kamat felár.
Tehát, hogy most már ilyen 10% körüliek lesznek majd a hitelek, a fogyasztási hitelek, meg majd 15-20. Hát vannak olyan tájékoztatók, hogy a THM, az mondjuk 17-től 24-ig. Vagyok. Tehát, hogy én azt mondom, hogy itt nagyon-nagyon észnél kell lenni, és akinek nem muszáj, azt én most türelemre inteném, hogy várakozzon, mert ez nagyon rossz. Mi van azokkal, akik mondjuk benne maradtak még mindig a moratóriumban? Hát és ugye, járig ez nekik érvényes? Ez érvényes. A nyár után meglátjuk, ugye most több dologgal kell egyszerre majd szembenézni, itt vannak az fixált üzemanyag árak, az élelmiszer árak és a moratórium. Most az lesz majd a nagy kérdés, és ugye ez politikai döntés lesz, hogy ezt majd hogy fogjuk eltüntetni egyszerre, és ráeresztünk mindent, akkor az inflációra ugye büszkék vagyunk, hogy csak 8% és máshol meg 10 akármennyi, és hogy ezt milyen jól csináljuk, de valamikor ennek követnie kell az árakat. És amikor azt megtesszük, ha az üzemanyagára elszabadul, minden másnak az ára is fölfelé megy, a moratórium után újra el kell kezdenünk törleszteni, és akkor először majd csak a kamatokat fogjuk, és a futamidőnk meg hosszabbodik, tehát sokkal tovább kell. Hát és nem... a kamat is sokkal magasabb összeget jelent majd a családok ugye, számára, mint amely volt a moratórium előtt. Igen, és akkor ugye itt van a következő kérdés, mert nem feltétlenül, ugye a legtöbb változó kamatozású hitel a volt devizások, akiknek maradt, ugye a törvény az úgy szabályozta, hogy a 3 havi buborhoz árazzák az ő kamatukat, ami egy ideig kedvező volt, hiszen a 2,1-ről csökkent az lefelé. Viszont most ugye már, ahogy említettem, ez 6,6-nál tart, úgyhogy ők 3 havonta érzik majd meg ennek a változását, de ez arra is igaz, aki mondjuk 2017-ben vette föl a hitelét, mondjuk egy olyan 5% körül, és mivel ha 5 éves a kamatperiódusa, akkor az neki most fog fordulni. A legrosszabbkor. A legrosszabbkor. És abból az 5,5-es kamatból lesz majd 10 fölüli. Tehát, hogy itt olyan változásoknak nézünk elébe, amivel még igazából senki nincs tisztában, és én azt fájlalom, hogy írunk most már ilyen 20 oldalas kölcsönszerződéseket, van hozzá 100 oldalas tájékoztató még egyébként, de az nincs leírva, amit az egyszerű ember, mert a pénzügyi kultúrát azt szeretjük számon kérni, hogy miért nem értetted, meg miért nem tudtad, hogy mit írsz alá, mert ugye mindig ki az aláírásra hivatkozik, hogy feketén-fehéren nagybetűkkel miért nincs az leírva, hogy mi történik akkor, ha. Hogyha máskor nem, legalább akkor döbbenjen rá az a valaki, amikor azt a nagybetűs oldalt elolvasta. De hát sajnos nem itt tartunk, itt ez mind az oktatás, mind a személyes felelősséget szeretjük másra hárítani, mert a kommunikáció az, hogy bármi baj van, majd valaki segíteni fog, az állam, a kormány, a valaki. De a való világ az sajnos nem ez. Egy szó, mint száz, hogyha nem muszáj, nem most vegyenek fel az emberek hitelt, és azt pedig, amit már felvettek, azt bizony fizetni kell, ott nincs megoldás. Sem állam, sem bank, senki nem fog. Igen, vagy meg kell gondolni, és a legnagyobb baj, amit azért még szeretnék elmondani, hogy nagyon sok visszanemtérítendő támogatást adunk gyerekszülésre, házasságkötésre, ugye, hogy az majd lesz. Ha ezeket a támogatásokat egy korszerű bérlakás programba öltük volna bele, és végre nem röghöz kötnénk az embereket, hogy saját tulajdonod legyen, hanem azt mondanánk, hogy van megfizethető bérlakás, akkor ez a helyzet nem áll. Hát ez nem most fog eldőlni ez a kérdés, és nem most lesz ennek megoldása, most másfelé megyünk. Erdős Éva hitelszakértő, köszönöm szépen. Én is köszönöm.